2022. április 1-én rendezte meg a Monty Python sketchre alapuló Hülyejárás napját a Kecskeméti Fiatalok Társasága. Az előjáró köszöntését követően egy kis bemelegítés és zenés torna vette kezdetét. Ez egy politikamentes rendezvény, úgyhogy mindegy, hogy jobb vagy bal lábbal kezditek majd a hülyejárást. A kezdeti feszengő indulást hamar felváltotta az önfelett hülyéjárás, aminek korosztály sem szabhatott határt. A résztvevők mindegyike kapott egy matricát, részt vettem a hülyejárások napján felirattal. Illetve megválasztották a hülyejárások minisztériuma Kecskeméti járásának helyben járó manért menő tisztségviselőit is. A díjak kiosztása után hosszú lépés versenyt rendeztek három korcsoportban. Hülyejárás nappal az a célunk, hogy kizökkentsük az embereket a szürke hétköznapokból, mert köztük én is nagyon sokan ugye csak így átrohanunk a főtéren közben igazából, tehát csak azon agyalunk, hogy minél hamarabb menjünk haza, vagy menjünk munkába. Ez a rendezvény egy nagyon jó eszköz arra, hogy kicsit kizökkentsük az embereket, kis mosolyt csaljunk az arcukra. Itt is szerintem nagyon sokan minimum hazáig, vagy még utána lehet, hogy napokig mesélik, meg sztorizgatnak, hogy remélhetőleg jól érezték magukat. És ez egy, mint említettem, egy egyszerű rendezvény, könnyű hozzá becsatlakozni. Erre láttunk is példát, hogy könnyű az embereket egy ilyen kis bolondozásra rávenni itt a főtéren is.